De szép napra ébredtünk ma. Mikor lesz már készen a pirítósom? Pirítós? Ó, oh, kész is van a pirítós. Ú, de jó a pirítós. Jó van a pirítós. Minden jó. Na, ki vagy te, hogy csak úgy betörsz a házamba? Mi a fenédő? Mit csinálsz? Az én nevem titkos. A te neve... titkosszolgálattal jöttem. A te neve titkos. Hát jó van, akkor én sem mutatkozok be. Jó van, ennyi. Oké, megbeszéltük. Az a baj, hogy rólad már mindent tudom. Mi az, hogy mindent tudnak? Nos, már régóta figyelem. És teljesítményed alapján arra gondoltam, hogy képes lennél betölteni a mester lövész pozíciót nálunk. Mester lövész pozíció? Hát én... Igen. És mennyi fizetésem lenne? Hány arany vagy hány évád? Na? Megkérdezősködj, ami kell, azt hozd magaddal. Most azonnal indulnunk kell. Most azonnal? Hát de még a pirit... Igen. Kérsz egy kis pirítóst? Nem álltak. Hé, mit akartok azon? Ne! Jaj, nagyon beverte a fejem. Mi a fene? Hol vagyok? Nem áll. Készen állsz? De nem azt mondta, hogy kövessem. Utolsó emlékem az volt, hogy kövessem, és itt felkelek. Miért kell engem? Ja, biztos ez egy titkos hely, ugye? Jó. Nem is szép titkos hely. Ja, értem. Jó van. Oké, hát figyelj, akkor készen állok, nem tudom. Egy kicsit éhezek amúgy, reggelit nem szoktatok adni egyébként? Mert úgy raboldatok el, hogy... De, kapsz reggelit. Nem tudtam megenni a toast kenyeremet! Viszont fel kell tennem néhány kérdést, mert még ételt kapnám. Kérdést? Igen. Ja, vállalom. Bármikor, bármilyen kérdést. Ez ilyen... Hány entitást töltél meg? Hát én nem tudom, most ilyen gonoszokról gondolsz, vagy ilyen... Bármire. Hát szerintem egy elég sokat, tehát egy ilyen százat biztos. Ez egy elég jó válasz. Oh. Milyen fegyvereket használtál már? Hát legtöbbször kardot, amúgy. Szóval a fegyver... Hát fegyvert is használtam, de fegyvert nem szoktam használni egyébként. Vagy nem fegyvert, hanem pisztolyokat, puskákat nem szoktam a nagy általánosokkal használni, úgyhogy nem vagyok tapasztalt benne a helyzet. Várom, te magad válsz fegyverre. Én leszek a fegyver? Mondhatom, mi nagyon jó. Úristen! Ez nagyon modern cuccnak néz ki. Júj! Ez nagyon messzire elnagyít! Hát, ez nagyon komoly! Na jó, igen, és akkor mi lesz? Mi lesz most? Mi a következő lépés? Most megnézünk téged egy kiképzéssel. Oké. Kapatok akkor valami ennivalót meg korogassam, és tényleg nagyon éhes vagyok. Persze, kiképzés előtt mindenképp kapsz élelmet. Mit kívánsz? Süti! Adj nekem csoki, süti. Csoki, vagy torta? Adj egy... Hát egy csoki, süti, nem vagyok azért olyan éhes. Olyan sok cukor azért nagyon rossz. Juhú, süti! Yeah! Na, most belakmározunk szépen, feltöltjük az energiaraktárainkat, srácok, és akkor mehet is a menet. Jó, oké, Assault Rifle-be. Neki képzés első fázisába keressél pontás körzetünkbe piros üvegeket, amiket ki kell lőnöd. Ki kell lőnöm piros üvegeket? Ti tényleg raktatok mindenhol a piros üvegeket? Ezt nem fogják észrevenni az emberek, hogy csak így szétdurrannak a piros üvegek? Amit ők észrevesznek, azt minket éjjezzük. Ja, értem. Nagyon durvák ezek a titkos FBI-osok. Na jó, lássuk, hogy mennyire... Nagyon menő ez a fegyver, csak... Nem tudok... Tehát nem lehet így... Tehát látjátok, hogy viszem. Tehát nem lehet olyan pontosan, egyenesen kell tartani a karunkat, és... Hoppá! Jó, az egyik széttört. Oké. Mondjuk egy közelebb itt megnézünk. Ott. Ezt lehet hallani szerintetek? Figyeljetek. Hopp! Nagyon király! Nagyon pont... Várjál. Hol vannak? És mindenhol vannak? Vagy merre vannak? Oké. Találjuk el, koncentráljunk, srácok. Koncentráljunk. Oké. Jó, ott van a fa tetején is, rendben van, azt is lelőjük. De ez szerintem... Egyelőre szerintem nekem nagyon jól megy. Ott van egy nagyon messzi, várjál. Ezt nehezebb becélozni. Jó! Nagyon komoly! Jó, ott is egy. Ja, meg itt a földön, jó. Szerintem meg is vagyunk. Mi a következő lépés? Az igen, az öreg is nagyon jó tolja azért itt a fegyveres témákat. Következő lépés az éles bevetés. Éles bevetés? Igen. Oké, rendben. Benne vagyok, de nem lehetnem meg engem, vagy valami? Vagy nem lehet bajom? Kéne valami felszerelés is rám. Hogy nem lehetne? Ó, a fenébe. Gondoltam, hogy lehet valami. Titkos ruha, Nyugi. Titkos ruha. Milyen az a titkos ruha? Mutasd már. Titkos.
Mutasd már, milyen az titkos ura, léci. Titkos ruha, titkos ruha. Wow, ez tényleg titkos ruha. Ble, azt figyeljétek, milyen menő nézünk, kis kacok. Egy per hányos ez a titkos ruhám, skacok. Figyeljétek, ahogy betakarja az arcomat, amúgy nagyon királyban néz ki. Ez figyeljétek, ez fiatlen zsír. Menjünk bevetésre, gyerünk. Jaj, skacok, nagyon bugyog ez a láda. Kérlek, dobjatok egy lájkot, hogy meg tudjatok menteni engem, mert nagyon forró és egy kicsit melegen van az 500 fokos lávától, úgyhogy dobjatok egy óriási nagy lájkot. 3, 2, 1, kérlek. Most köszönöm szépen, köszi skacok, nagy formák vagytok, kösz szépen! Végre felértünk, hála jó Istennek, hallod? Rendesen, hogyha még egy ilyen felhőkarcolóban fel kell lépcsőzzek, akkor szerintem agyhúgy görcsöt kapok! Hát komolyan mondom, na jó van, kellene lelőni, vagy kit kell, ki a célpont? Azt légy szíves, árul már el nekem. A célpont kinézetével már tisztában vagy, a személyét azt most ismertetem, egy visszaesített fős bűnöző. Igen. A gyémántdobások 70%-át ő uralja, ő irányítja. Azta. A számtalan emberüléssel van vádolva, egyik sincs még rá bizonyítva, különösen van nála fegyver, elbérelt rengeteg testőr, szinte lehetetlen közelébe kerülni. Ezért pont mesterlövésszel próbálja meg kiiktatni, mondtas, hogy ő is visszalövhet rád, szóval valószínűleg csak egy lövéssel kéne megölnöd. Testőreit? Nem kéne lelőnöm az összes testőrt, aztán leszedem a felébe, vagy hogy? Nem? Ha lelőd az egyik testőrt, a többi testőrt kiment is, te perc alatt a pénöket. Ja, mondjuk igen, ez nagyon feltűnő, nagyon óvatosnak kell skacok lenni, egy mesterlövész élete azért, nem csak álom és mese? Na jó van, megpróbáljuk, hol van? Csak nehogy észrevegyen, hol van? Azt mondták nekem ott az ügynökségben, hogy valami malacot kell. Ott van, bement az egyik házba, csak nehogy észrevegyen bennünket, oké skacok? Picit csöndbe legyünk. Jajajajaj, most elment az egyik házba. A fene. Elkezdték támadni a vasgólemet, hogy mit csinálnak? Ott van. Nem szabad félrelőnünk. Azt kell megtudnunk, hogy mikor áll meg. Nem tudom, hogy valószínűleg lehet valami gyémántrablást tervez, vagy valami. Nagyon jönnek utána a testőre. Jó, van nála fegyver, jól látom. Azért benéz a házakba valami. Szerintem most kirabolta a falut, vagy nem tudom, mi csinálhatott. Testőrei nagyon-nagyon vigyáznak rá. Óvatosnak kell lennünk, skacok. Most várj, ide lejövök, innen szerintem jobban be tudom célozni. Mit csinálnak? Valamit nagyon tervez. Kilőtték az üvegeket? Valószínűleg egy rablás tervez? De mit? Lövi az üvegeket? Mi a fene? Na jó. Várjátok, a fölötte lévő blokk... az a baj, hogy a... Most kéne átlövni kafán, és akkor eltalálnánk. Jó, megpróbáljuk. Nagyon nehéz ott a mindjárt célkereszt. Oké, becélzok. Ne, félrelőtt. Nehogy mi észrevedni. Ne, észrevett. Ne. Ügynökök, észrevettek bennünket. Lebuktunk. Terv lefújva. Nem, én akkor is megfogom. Oké. Ne. Nem találtál. Jó. Gyorsan, most. Gyerünk. Jó, nagyon nehéz innen felülről céloz. Ne, kifolyott. Oké, újra töltöttük, skacok. Jó, próbáljuk lelőni. Ne. Oda ment mögé. Ne. Most nehezebb eltalálni. Fele, vigyen. Ne. Egy HP. Mit röhögsz, ügynökkém? Ne röhögjél már, azért nem kell, nem volt ez olyan vicces. Hova. Jó. Gyerünk, kell az a munka. Kell ez a munka. Hogy kerülget? Jó, eltaláltam. Oké, még egyszer. Gyerünk. Egy, két. Jó, sikerült lelőni. Ez az. Teljesítettem a munkát. Gratulálok. Köszönöm szépen. Fú, ez nagyon komoly volt. Már megint miért? Teljesítettem a küldetést, és még akkor is úgy hoztok ide erre a helyre, hogy megfogjátok, és valamivel fejbe vágtok amúgy? Vagy nem tudom, mit csináltok ilyenkor. Na hát fantasztikus, de legalább, hogyha teljesítettem a küldetést, akkor légy szíves, engem ne vágjatok fejem, és ne úgy hozzatok ide. Na mindegy, jó, tiszteletben. Mugi, nem fejbevágással altatunk el. Akkor... Jó, arra a módszereim. Ja, értem. Gondolom valami... Később te is meg fogod őket tanulni. Ó,
Nagyon király. Ügynökök leszünk, skacok. Én még most mesterlövész vagyok, de értitek. Nagyon büszkék vagyunk rád, és gratulálunk neki, hogy elvégezted a feladatot, de azért annyira ne rohanjunk előre, mivel hogy ezzel megöltük őt, még több munkát született, mint amúgy, és elég nagy hangval zajjal diktáltad ki a célpontot. Sajnos. Ne haragudj, tényleg nem akartam egyébként ilyen nagy felhajtást kezdeni, de tényleg nagyon nehéz volt eltalálni, hát a testőrei körbevették gyakorlatilag, alig volt esélyem, és észre is vett engem, úgyhogy épp hogy sikerült, pedig az akciót egyébként a feletteseim azt mondták, hogy ne csináljam, de én lehet, hogy megtagadtam a parancsot, de így legalább sikerült a küldetést véghez vinnünk. Mi is csodálkozunk, hogy túlélted. Következő feladat még amilyen nehezebb is nagyobb szám lesz. Készülj fel. Rendben, felkészülök rá. Köszönöm szépen. És remélem azért kapok valamit ezért cserébe, érted? Érted, mire gondolok? Na jó, nem akarok így ilyen izé lenni, de érted, na jó van. Na jó van, skacok, örülök neki, egyébként sikerült legyőznünk egy nagy főnököt, egy nagy gonosztevő főnököt, és kiképeztük magunkat tulajdonképpen mesterlövészként, hogyha esetleg szeretnétek még ilyen titkos ügynökös mesterlövészes részeket, akkor mindenképp dobjátok le a komment szekcióba, egy komment formájába, és dobjátok meg azt a like gombot, és azt a feliratkozást, és csatlakozzatok a Blackisták táborához, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, lenni, hogy jutottatok velem, én Black voltam, legyen csodálatosan szép napotok, sziasztok!